Sziasztok! Üdvözöllek benneteket egy újabb YouTube videóban. Folytatni fogjuk az intuitív étkezés sorozatot, amit elkezdtem az előző videóval. Az előző videóban ugye arról beszéltem, hogy hogyan tudod észrevenni, hogy esetleg megromlott a kapcsolatod az ételekkel, vagy a testeddel a diétázás hatására, illetve hogyan tudod felmérni azt, hogy igazából van-e szükséged arra, hogy az intuitív étkezés segítsen neked, vagy nincsen. Ebben a videóban bele fogunk csapni a lecsóban, és az első alappilléről fogunk beszélgetni. Van fent több videóm az intuitív étkezésről, ami kicsit tisztázza a definíciókat, hogy mi az intuitív étkezés, mi nem, mire lehet használni, kinek ajánlatos. Ezeket a videókat megtaláljátok. Aki esetleg nem ismer engem, Kuruc Salome vagyok, táplálkozástudományi szakember, intuitív étkezés szakértő és PhD hallgató jelenleg a Semmelweis Egyetemen. És én fogok nektek segíteni ebben a videóban is igazából, hogy elinduljatok az intuitív étkezésnek az útján, és ha megcsináltad már a sok nulladik lépést, ami megelőzi ezt, vagy felismerted a szükségét annak, hogy változtatni szeretnél, akkor az első lépés, ami az intuitív étkezésnek az első alappillére, az az lesz, hogy vesd el a diéta mentalitást. Ez angolul is úgy hangzik, hogy ditch the diet mentality. Itt minden esetben egy gondolkodásmódbeli változásra bátorít téged igazából ez a módszer, az intuitív étkezés, ugye? És ez mit jelent? Az előző videóban már beszéltem kicsit, hogy hogyan tudod észrevenni magadon vagy az életedben, hogy a diétázás jelen van. De összességében ugye ez a mentalitás, ez kicsit a kultúránkból adódik, mi szerint, hogyha vékonyabbak leszünk, akkor sikeresebbek leszünk az életben, hogyha vékonyabbak leszünk, akkor boldogabbak leszünk az életben, és mindenféle más, magasabb értéket társítunk ehhez az ideális testalkathoz. Na már most ezt nyilván tudjuk és látjuk, hogy az emberek mindenféle méretben jönnek, és nem csak az ideális testalkat, vagy az ideális testméret lesz az, amiben leélheti valaki az életét. Nem beszélve ugye arról, hogy már felismerted a diétázás, a sikertelen diétázási kísérleteket is, több statisztika is van, ami azt mutatja, hogy összességében hosszú távon nem sikeresek annyira ezek a diétázási kísérletek. Persze vannak százalékok is, nagyon komplex pszichológiai támogatással, táplálkozástudományi támogatással is, és ilyenekkel lehet elérni sikereket ideig, óráig, vagy akár hosszú távon is van az az apró százalék, de összességében azt látjuk, hogy a diétázás nem a legmegfelelőbb módja annak, hogy valakinek pusztán az egészségével foglalkozzunk, nem beszélve a negatív hatásairól, ugye, amiről már beszéltünk az előző videóban, is fogok párat mondani most is. Úgyhogy akár meggyőz téged a statisztika, akár nem, vagy a saját tapasztalatod, az az első lépés, hogy ezt a fajta gondolkodásmódot, miszerint mi diétázunk, miszerint mi egy bizonyos testméretet szeretnénk elérni, ezt érdemes elvetni és elengedni ezt az életünkből. Nem annyira egyszerű, főleg, hogyha tényleg 20-30 éve ez szerint a gondolkodásmód szerint élünk, és helyette felismerni, hogy vannak más, felismerni azt, hogy ez már káros volt a mentális egészségünkre, az a szint, ahogy mi próbáltunk diétázni, felismerni azt, hogy más egészségmegőrző tevékenységeket beilleszthetek az életembe, és attól tényleg hosszú távú eredményt fogok elérni az egészségemben, illetve felismerni azt, hogy az értéked, az ember értéked nem kapcsolódik a testméretedhez, hanem hát elég őszintén vannak fontosabb dolgok is ennél az életben. Úgyhogy talán ez a három alappillére lenne, hogy mit is jelent ez a gondolkodásmódbeli változás, és ez nagyon-nagyon fontos egyébként, nem véletlenül ez az első alappillére az intuitív étkezésnek, mert erre fogjuk építeni az alapokat. Hogyha ez nincs meg, ez az alapkő, hogy te már ezt elvetetted, akkor nem fogod tudni annyira sikeresen beilleszteni a többi alappillért az életedbe. Hogyha ezt nem sikerül elengedni, akkor azt úgy hívjuk, ami a kultúránkban jelen van, azt úgy hívjuk, hogy elhízástól való félelem. Hogyha ez a motivációja a mindennapjaidnak, meg az étkezésednek, akkor nem sikerült elhagyni a diéta mentalitást. Ezt most nem étkezésképp mondom, hanem hogy innen tudod. Mert hogyha ugye azért teszünk kevesebbet, és azért mozgunk többet, most nagyon leegyszerűsítve, mert ugye attól félünk, hogy hízunk, és mi történik, hogyha hízunk, akkor még ezt nem sikerült elengedni. Úgyhogy ez nagyon fontos
elengedni ezt a gondolkodásmódot, és helyette majd fogok nektek ajánlani új gondolatokat, hogy miket tudtok a helyére betenni, mert nyilván az a célja az intuitív étkezésnek is, ugye, ahogy az előző videóban már mondtam, hogy az elme, a test és az étel kapcsolatának ápolásáról szól az intuitív étkezés, tehát nem arról van szó, hogy mostantól nem foglalkozunk az egészségünkkel, csak arról van szó, hogy azt a káros gondolkodásmódot, amit a diétázás és a diéta kultúrától eltanultunk, azt elvetjük, és helyette egy másikat fogunk adaptálni. Na már most a diétázásnak vannak eszközei az életünkben, vannak egyértelműbbek, meg kevésbé egyértelmű eszközök is az életünkben. Még annyit szeretnék tisztázni, hogy amikor diétázásról beszélek egyébként, akkor direkt nem a fogyókúra kifejezést használom, ugyanis több mindent lefed a diétázás. Általánosságban korlátozásról beszélek, ami lehet étrendi korlátozás is, vagy legalábbis szakirodalomban így is megtalálhatjátok, hogy étrendi korlátozás, diétázás. Nyilván ilyenkor nem az orvosi diétákról beszélünk, tehát nem egy gluténmentes étrendről annak, akinek mondjuk gluténérzékenysége van, vagy ha valaki allergiás, akkor nyilván ő olyan úgymond diétázik, mert azokat az ételeket elkerüli, vagy le van korlátozva az étrendje, nem ilyenekről beszélünk. Szándékos étrendi korlátozás testsúlykontroll céljából, ez az egyik, ami lehet a diétázás, illetve a korlátozás megtörténhet minőségben, mennyiségben és időben is. Ezt úgy képzeljétek el, mennyiségben például a korlátozás lehet, hogy adagokkal való korlátozás, kalóriamennyiségben való korlátozás, makrotápanyagoknak a gramban való mérése, ezek mind ugye mennyiségi korlátozásokként lehetnek jelen az étrendedem, illetve minőségbeli, lehet az, hogy mondjuk te cukormentesen eszel, te zsírszegényen eszel, te csak tiszta ételeket eszel, te adalékmentes élelmiszereket eszel, te csak friss zöldségeket eszel, ez a minőségbeli. Már hallom, ezzel mi lehet a probléma, ezzel is, ennek is lehetnek negatív hatásai. Önmagában nincsen az a semmi probléma, hogyha valaki friss zöldséget vagy gyümölcsöt eszik, de ennek is van egy egészségtelen módja már, amikor már túl sok lehet, túl megrögzültek lehetnek ezek a szabályok, és akkor ezeknek is lehet negatív hatása a mentális egészségedre, úgyhogy azért sorolom ezt is ide. Illetve az időbeli korlátozás az, amikor nem eszel bizonyos hat után, vagy kihagyod a vacsorát, vagy van ez az időszakos bőt, ugye, tehát az mondják, hogy időben korlátozod azt, hogy mikor eszel, hogyan, nem úgy, hogy összhangban vagy a testeddel. Tehát tegyük fel úgy, hogy lehet, hogy nem vagy egyébként éhes hat után egyébként se, tehát nyilván nem arról van szó, de hogyha mondjuk éhes vagy, és hat után van, és az a szabályod, hogy nem eszel hat után, akkor ez egy időbeli korlátozás. Ugyanígy van ez nyilván a kis adagot eszel ebédre, nincs ezzel semmi baj, hogyha kis adagot eszel, mert annyi fér beléd, annyi fér bele az időbe, viszont hogyha te még utána éhes vagy, és nem adsz magadnak több ételt, akkor korlátozásról beszélünk. Így van, úgyhogy ezt szerettem valamit tisztázni, hogy a diétázás egyelő a korlátozással, illetve ez kéz-kézben jár a testmozgással való kompenzálással, illetve majd most fogom is mondani az eszközöket igazából, hogy milyen diétázási eszközöket kereshetsz az életedbe, hogyha úgy döntesz, hogy el szeretnéd vetni a diétázást, vagy abba szeretnéd hagyni, akkor miket érdemes, hát ezeknek a mentén igazából könyvek, receptek, magazinok, amik mind diétázásra bíztatnak téged, olyan receptek, amik esetleg ilyen alacsony kalóriatartalmú receptek, megint csak feltételezve, hogy a motivációja ezeknek a receptek a gyűjtésének az volt, hogy nehogy hízzál ezektől az ételektől, aztán olyan diétázási eszközök lehetnek jelen az életedben, mint például, hogy számolod a kalóriákat, napi kalóriakeretet adsz magadnak, vagy azt szerint választasz mozgásformát, hogy ez hány kalóriát éget, nem azt szerint, hogy mi az, ami jól esne neked, vagy mi az, ami belefér az idődben, hanem mondjuk többet mozogsz annál, mint ami egészségesen mondjuk belefér a szociális életedbe, ezért mondjuk kihagysz mondjuk baráti találkozókat, csak azért, hogy te mondjuk lefussál egy bizonyos percet, most csak egy nagyon random példát mondok, annak érdekében, hogy több kalóriát égesed. Tehát ez egy ilyen tipikus jelenség a diétázásnak, kerülöd a cukorfogyasztást, zsírfogyasztást, kiporciózod magadnak előre az ételeket,
És tehát megint ezzel nincsen semmi baj, hogyha valaki előkészíti mondjuk az ebédjét magának másnap a munkahelyen, viszont érdemes megvizsgálni, hogy egyébként ha utána még éhes vagy, vagy elég az az étel, és hogy adsz-e magadnak ételt. Ugye, mert amikor beszélek arról, hogy helyreállítod a testeddel való kapcsolatot, az majd egy másik téma lesz, de itt arról beszélünk, hogy a testünk jelzéseket küld nekünk, és mi ezeket ignoráljuk, vagy tisztelet, tehát nem tudjuk, tehát nem tiszteljük, ignoráljuk, akkor ez úgymond diétázásnak fogható fel igazából. Úgyhogy ilyen diétázási eszközök vannak, lehetnek jelen, ezek az egyértelműbbek. Méred magad a mérlegen minden nap, ez is egy olyan dolog, ugye, mert ellenőrzöd a testsúlyodat, hisz valamit hozzá csatoltál, valamit hozzá kapcsoltál, akár csak értéket, sikert, úgyhogy például ez a méricskélés is, az ételeknek is a méricskélése, ilyen akár csak egy ilyen, mint a 30 napos challenge, amiben mondjuk egy tisztítókúra, de már most közben átugrottam a rejtett diétázási eszközökre, ugyanis amiket eddig mondtam, azok sokkal egyértelműbb eszközök, még vannak rejtett módon is jelen az életünkben diétázások, amik ártatlannak tűnnek, mint például egy ilyen challenge, egy ilyen kihívás, hogy juice böjt, vagy juice kihívás, amikor csak mondjuk ilyen zöldség, gyümölcsleveket iszol, önmagában tök jó, vitaminokhoz juttatod a szervezetedet, amikhez amúgy is hozzájuttatnád a szervezetedet, hogyha megennéd azokat a zöldségeket, gyümölcsöket, de megint csak az a közös ezekben a dolgokban, hogy nem tiszteled a tested jelzéseit, tehát hogy mondjuk annak ellenére, hogy te mondjuk éhes vagy, nem adsz magadnak élelmet, vagy mondjuk nem biztosít számodra elegendő energiát a napodhoz, hogy tudjál pörögni, menni a gyerekért, mozogni, stb. Nem biztosít számodra elegendő energiát, és ennek ellenére nem adsz magadnak energiát, nem adsz magadnak élelmet, hanem folytatod ezt a juice-t, tehát hogy így nevezzük ezt is diétázásnak. Más ilyen rejtett diétázási eszköz lehet például, hogyha kompenzálsz adagokkal, mondjuk nagy adag ebédet ettél, vagy valamit még utána megkínáltak az irodában, valakinek szülinapja volt, megkínáltak sütivel, és te mondjuk úgy érzed, hogy te többet ettél, mint amit elterveztél, vagy te már elérted ezt a kalória keretet, amit te adtál magadnak, és ezért mondjuk vacsorát vagy átugrod egy az egybe, vagy sokkal kevesebb ételt eszel, vagy valami alacsony kalóriatartalmú ételt eszel, ez megint csak azért, ugye ez megint csak a diétázásból fog gyökerezni ez a történet, hogy kompenzálj, hogy beleférj a kalória keretedbe, hogy nehogy többet egyél, mert esetleg akkor az többlettes súlyhoz vezet. Úgyhogy vannak ilyen rejtett diétázási eszközök. Ez a kompenzálás az ugyanúgy megfigyelhető testmozgással, hogy mondjuk többet ettél vacsorára, akkor másnap itt kardióval kezdesz, mert azt gondolod, hogy az jobban égeti a zsírt, és a többi, és a többi. Úgyhogy kérdezzetek nyugodtan kommentbe, vagy Instagramon is egyébként rám írhattok, hogyha van kérdésetek, hogy mi az, ami még diétázásnak számít, vagy mi az, ami nem számít diétázásnak. Ez megint csak ezt nem azért mondom nektek, hogy ha ezt teszed, akkor ez nagyon rossz, és segítséget szeretnék nektek adni annak érdekében, hogy meg tudjátok ismerni, vagy fel tudjátok ismerni, hogy milyen olyan dolgok lehetnek az életetekben, amik nem feltétlenül jó hatással vannak a hosszú távú egészségetekre. És ez az, amit fontos felismerni igazából, és ezt talán előtte is kellett volna mondanom, mielőtt elkezdem itt nektek az eszközöket sorolni, hogy ugye a negatív következménye a diétázásnak. Már beszéltük, hogy nem feltétlenül hatékony hosszú távon, testsúlykontroll értelmében, lehetnek saját negatív tapasztalataid is, amiket azt hitted, hogy eddig normálisak, de statisztikák is azt mutatják, hogy lelassul a metabolizmusod, nagyobb eséllyel alakulnak ki falásrohamok, nagyobb eséllyel alakulhatnak ki evészavarok is azok körében, akik diétáznak, megterhelő gondolatok lehetnek, élettel való elégedetlenség, testtel való elégedetlenség, negatív testkép, mentális zavarokhoz hozzáadódhat, ugye akár csak depresszió is, ez a sikertelenség érzés, a bukás érzés, a kudarc érzése, és ehhez hasonló negatív következményei már a szakirodalom is bebizonyítja, hogy az étrendi korlátozásnak vannak. Mert lehet, hogy egyébként rövid távon a diétázással pont egy ilyen önértékelés javulást érsz el, viszont hosszú távon aztán, amikor a kilók visszajönnek, vagy amikor megszeged a szabályaidat, az általad felállított szabályokat, akkor meg lehet, hogy pont egy ilyen bukás érzése követi. Így van, és még ez pont a kudarc és a bukás érzéséről eszembe jutott egy nagyon-nagyon fontos dolog, amiről egyébként van is egy videó, nem, a YouTube-ra még nem tettem fel, de az Instagramon megtaláljátok, ezt pedig úgy hívják, hogy az önegyüttérzésnek a képessége, amit szeretnék nektek mondani, mert ez egy kulcsfontosságú képesség, készség, ezt
gyakorold, tanuld meg, tedd a zsebedbe, és legyen veled minden napon az önegyüttérzésnek a készsége, hogy önmagad fele is ki tud terjeszteni az együttérzést és a megértést magad fele, hogy ezeket a bukásokat, hogyha bukást tapasztalsz, vagy bukásnak élsz meg valamit, akár csak egy szabály megszegését, akkor ne ostorozd magad emiatt, ne hibáztasd magad emiatt, ne büntesd magad emiatt, hanem legyél olyan kedves és önegyüttérző magaddal szemben is, mint mondjuk egy kisgyermekkel szemben lennél, aki éppen járni tanul, vagy a legjobb barátnőt, hogyha valami próbálkozik, valamint tanul, és nem sikerül neki, akkor gondolj bele, hogy te hogyan beszélnél vele, mert tudom, hogy ezek nagyon harsh gondolatok tudnak lenni, nagyon csúnyán tudunk magunkkal beszélni, ez is így a diétázással együtt jár, amiket normalizálunk, lehet, hogy előttem még senki nem mondta neked, hogy nem okés, hogyha bünteted magad, mert ezek nem a fejlődésünket fogják támogatni, tudjátok? Ezek ilyen romboló negatív gondolatok, amik majd lesz olyan alappillér, amikor a gondolatokról fogunk beszélni, de ebből csak annyit szerettem volna kiemelni, hogy az önegyüttérzés képessége lesz az, ami segíteni fog nekünk átmenni, átlépni ezeken a nehézségeken, hogyha elindulunk az intuitív étkezésnek az útján. Úgyhogy erről szólt most ez a videó, ez volt az első alappillér, hogy hogyan vesd el a diéta mentalitást, vagyis hogy vesd el a diéta mentalitást, és hogy miért vesd el a diéta mentalitást. Remélem tetszett nektek, hogyha szeretnétek értesítést kapni a következő videóról, ami az intuitív étkezés második alappillére lesz, akkor iratkozzatok fel a csatornámra, különben pedig megtaláltok napi szinten az Instagramon a kukac.salomekurucphd név alatt. Köszönöm, hogy néztetek, sziasztok!